Nos, üdvözlöm a kedves kollégákat, ez itt a Bajusz Iroda, azon belül is az Undertale gameplay videó sorozatunk első része. Nagyon sokan kértitek ezt a játékot, és hát nem túlságosan hosszú, úgyhogy egy kicsit bevezettem magamat az élménybe, és utána már is ugorjunk bele, nézzük meg, hogy miről szól ez. Egy nagyon egyszerű történetű RPG-ről van szó, aminek viszont nagyon-nagyon szórakoztatóak a szövegei, ez a kis punkli vagyunk, leestünk ide egy labirintusba, és megpróbálunk valahogy kiszabadulni. A játék tele van puzzle-ökkel, ezeket kell megoldani, hogy tovább juthassunk, de hogy hova menjünk pontosan, azt még nem tudni. Itt valaki alszik. Move it with force! Használjuk-e az erőt, hogy eltávolítsuk ezt a Mario szellemet? Igen! És megtámadott minket, így néz ki a küzdelmi képernyő. Rengeteg mindent lehet csinálni, nyilvánvalóan én még annyira nem ismertem ki a megfelelő stratégiákat a bizonyos lényekkel kapcsolatban, de hát így elsőre azt mondanám, hogy ahelyett, hogy nekiesünk, flörtöljünk vele egy kicsit! Ó, oh, ja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 j
derülött ki ebben a kis kockában. A felét hajtott dolgokat akkor sérülsz, ahogy láthatjátok oda lenn. Nézzük meg, hogy meg akarja adni magát, nem akarja megadni, úgyhogy visszalépünk. Cheer! Hát sírt, úgyhogy fel kell vidítani. Patient smile, nagyon helyes, nagyon békésen. Ránéztünk, igen. Még se akar nevetni, ennek ezt sírni megint. De! Még mindig nem akarja megadni viszont a győzelmet nekünk, úgyhogy tovább nevettetjük. Kis viccet bedobtunk. Na, ez az elkezdte jól érezni magát az öregem, mert hopp. Gyengébbek is a támadásai, ahogy látom, oh shit, mi van itt? Oké, minden esetre úgy érzem, hogy haladunk, úgyhogy próbálkozzunk tovább. Nem, még mindig nem esek neki, hanem tovább lelkesítem. Na, mit akarsz mutatni, öreg? A könnyeiből növesztett magának egy cilindert. Hát, tetszesz nekem. Sikerült, ez az. Ahogy láthatjátok, ilyen okos, kis, egyszerű következtetésekkel az ember el tudja kerülni a fizikai konfrontációt, amire szükség van, mert egyelőre csak egy bot van a kezünkben. I'll get out of your way. Hát nagyon köszönjük. Ennyi meg is oldódott a puzzle, merre menjünk tovább. Na, menjünk a sötétségbe. Gyere, Pumukli. Aha, ott van egy béka. Nézzük meg, hogy mit ír a tábla. Lehet enni pókokat, azonnal visszamegyünk. Ezt nem hagyhatjuk ki. Annyink sincs. 7G in the web. Hát, tudom, hogy igen. Miért? A pókok miért árulnak fánkot? Nézzük meg, mi az a fánk. Itt van a menünk. Spider Donut Info. 12 HP, nagyon jó. Ahogy láthatjátok, azért valamelyest hasonlít a klasszikus, hát ilyen 2D-s RPG-kre, de mindenképpen van egy sajátos humor, egy sajátos hangulata. És egy kicsit félek, hogy ez olyan lesz, mint a Pokémonban. Nem. Jó. Mi a helyzet, Becky? Sosem hallgat rám a barátom. Igen, én is ezt csinálom, amikor túl sokat szövegelsz, akkor csak nyomom az Enter. Ó! Oh! És megtámadtak egy ilyen random encounterrel. Igen, ez is olyan, egy kicsit, mint a klasszikus Pokémonok. Vegetoid. Ez egy répa. Nagyon bohókásnak tűnik, hogy a rögcsél össze-vissza, úgyhogy nézzük meg, hogy... Azta! Együk meg! Aha. Contains vitamin A. Rengeteg pénisz esik a plafonból! Jézus, jó. Oké, megúsztuk. Hát akkor mondjuk... Hogy mit csinál? Kértünk tőle vacsorát és adott? Ez az. Attack, hot, defense, hot, serving size, one monster, not monitored. Azért a poénok nagy részéhez tényleg kell tudni angolul, de god, nagyon szórakoztató. Mit csináljunk, gyerekek? Ez nem akarja megadni magát. Szerintem eddig a legjobb hatást a vacsora felemlegetésével hoztuk ki belőle. Eat your greens, nem, úgy néz ki, hogy ez se. Oh, green! Igen, meg kell enni a zöld zöldséget, ez miért nem jutott eddig eszembe? Ez felhílelt, hát akkor azonnal legyünk még. Igen, hol van a zöld? Ott van a zöld! Yeah! Jó van, próbáljunk akkor...
Jó, van, elkezdtük megenni az úriembert, most már nem röhögsz, mi? Szarházi. Kaptunk is 4 aranyat. Takarodj vissza a földbe. There is just one switch. Na nézzük, ez a puzzle miről szólhat. Hát leestem. Aha. Ne, megint egy répa! Most már tudjuk, mit kell csinálni. Azt mondja, Vegetoid, nem válj el. Sárga a neve úgy, hogy el lehet engedni. Yale! Oké, menjünk vissza. Hagyjál már békén, répa! Aha. Szóval ebben a szobában is ezeket a tüskéket kell elküldeni. Leessünk hozzá, azt hiszem ide kell. Aha, 4 szoba van és valahol van egy switch. Ott van a switch, akkor vissza kéne mennünk oda. Hagyjál békére! Mi ez? És ha ide leesünk, akkor itt van az egy darab switch. Megyünk föl. És át is tudunk menni. Hopp! De nem, mert előtte elkapott minket egy... Nem, medúza, meg egy kétfejű méh. Ó! Oh. Ez mi volt? ő szarik mindenbe. Következő szoba! Uh-huh. It's a switch, press it? No, nem nyomogatunk csak úgy dolgokat, először elolvasok, hogy mi a puzzle. Further is not an exit, it simply marks a rotation in perspective. Tehát a szoba kiárata az nem is kiárata. Aha, így változtattuk a perspektíváját a szobának, hogy átmentünk. Aha, jó. If you can read this, press the blue switch. Oké. Okay. Ne, hagyjatok már békén! Rotation in perspective. Aha, várjunk csak. Tehát akkor kéket értem, mert kék, sárga, piros, elfordul a szoba maga, akkor mégiscsak... Hagyjál békén, majdnem megvan! Itt van! Yes! Értem, mert hogy ott volt egy sárga pirítja, okay. Na. És most mi a helyzet? If you can read this, press the red switch. Az ég áldjon meg titeket. Még egy ilyen szoba, okay. Ne támadjon ránk senki. If you can read this, press the green switch. Aha. Az egyik oszlop mögött van. Nem érdekelsz. Az előző szobából kéne megnézni, hogy hol van, de... Nem megyek vissza, mert megint ránk támadnak. Ez az. Jó. Jól emlékeztem. Megyünk tovább. Egy béka, mit mesélsz? Gyere. Wow! Csak nem kapunk egy fegyvert végre? Toy knife. Yeah! És ismét itt van a fura tehén kecske néni, akinek van egy mobiltelefonja. Köszönjük szépen a hílelést. De ő olyan támogató, olyan anyáskodó stílusú nőszemélynek tűnik. Gyorsan mentünk. Csinált nekem egy sütit. Milyen kedves. Mi? Most beköltöztünk hozzá? Mit? Szedd le rólam a kezed! Ez nekem kezd egy kicsit gyanús lenni. Mi van a szobánkban? Nézd ezeket a királyjátékokat! Bele se szarsz! Nekem kéne fordítani az ilyen szövegeket. Átérzem a hangulatát a játéknak. Rendben, akkor igazából itt hagynám abba az első gameplay videónkat, úgy kb. Láthatjátok, hogy miről szól ez a játék, de még rengeteg tartalom van benne, nyilvánvalóan. Ez még csak a kezdet, igyekszem nem túl sokat tovább haladni, nehogy elrontsam nektek az élményt. Nekem elsőre nagyon tetszik, úgyhogy megyünk tovább.